A Ferencváros csapatában tehát 7 változás a Monaco elleni kezdő 11-hez képest, ami az Alegerszeget illeti a Honvéd elleni 2-0-ra elveszített hazai bajnokihoz képest, 5 változás, mindketten majd tagjai lesznek Marco Rossi válogatott keretének, ugye Luxemburg és Görögország ellen zárja november közepén a magyar válogatott az idény Tokmak. És gól! Marquinhos gólpassza, Tokmak gólja. Marquinhos labda átvétele, nincs les, átveszi, tempó előnyben van, és belövi a hosszú alsó sarokba. Kálnokik is hiába üldözi, Tokmak elegáns gurításával, hazai vezetés. Esiti. Zalai labdaszerzés, Ikoba felé. Tempó előnyben van, Ikoba. Mesák a jobb oldalon, ez egy szépen fölépülő zalaegerszegi támadás. Mesák el is lövi, hatalmas kapufa, és aztán Szemimájé kis ilyen beveri a saját kapujába. Remekül vette észre Mesákot a jobb oldalon. Mesák megint befelé jön, megint lő, Dibusz. Tajti átjut rajta, Esiti. És most öten is indulnak az alegerszegiek közül, Tajti. Tajti ballal, Dibusz. Zakariasen. Ryan Mayé. Visszahúzza, be középre, Tokmak, és belevetődik Huszti. Tokmak. Tokmak, Šanković elválasztja a labdától, Šanković, Mesák, Mesák lő fölé. Szemimájé. Szép. Tokmak. Marquinhos. Marquinhos lő. Demjén. És annyira fizikailag, mint inkább mentálisan. Fradiból csütörtök. Zakariasen húzza el a kapus mellett, és lövi be a második gólt. Csak éppen lesről. És a mérések majd hoznak pontos eredményt. Les. Ales gól. Mesák ott maga mögött hagyta. Vingó még. Auszki, be középre, Mayé! De hát inkább, azt hiszem, ő is elfogadja, inkább legyen ez les, mint a Monaco ellen. Ryan Mayé léphet ki. Ryan Mayé kapussal szemben, Demjén üt bele, és aztán fogja meg. Na nézzük Lajduni szögletét. Mi nem volt még ma itt? Lajduni. Ryan Mayé, gólhelyzet, és Esiti sodorja be végül. Na nézzük. Itt Mayé fejese. Hát ez nem volt les. Ez nem volt les, ez teljesen egyértelmű, ez szabályos gól lesz. Szépen fordult, Lajduni mondjuk nagyon nem kergeti. Szalai. Jó csel után, jó lövés, Dibusz. És a kipattanót Ikoba belövi. 2-1. Már az, hogy Lajduni hagyta Tajtit labdát vezetni, az problémás volt a Fradi szempontjából. Itt nincs les, és a kipattanó labdát elemi erővel lövi be. Ikoba, ezt nem lehetett másképp védeni Dibusznak, ezt a szalai lövést.